Oké, azt mondja, a fehér fele fehérebb, mint a friss rizs, a fekete fele pedig feketébb, mint a legsötétebb éjszaka. Ez a monokuma. Hát, eljöttél. Hogy ez kell, akkor megtehetem ezt. Tényleg rendben van, hogy így privátban beszéljünk egymással? Miért lett fekete a képed? Lényegében nem szabályszegés. Sőt, nem adhatok fel egy lehetőséget, hogy a gyilkos játékot még érdekesebbé tegyem. Pont én is erre gondoltam. Ez a... ugye szórakoztató és veszedelmes gyilkos játék az az egyetlen, amire gondolok. Ja. Akkor nem is fogod használni azt a motivációt? Hát nem érted. Azt egy őrült motivációt sokkal drámai módon kell használni. Ezen gondolkodtam és próbáltam előjönni valami móddal, hogy használjam. És végre kitaláltam. Szóval ez a ajánlatom. Egy bizonyos valaki tervez valamit, valami érdekeset, szóval hogyha ezt motivációt használjuk ott, akkor az adna a játéknak egy kis különös ízt. Szóval benne vagy? De aztán tényleg egy gonosz rohadék vagy. Persze, én vagyok a az ultimate, ugye, fővezér, tudod? Wow, ezt a fejet. Oké, lehúzom ugye ezt a világot a rettegésnek a bugyraiba, a, ugye a gonosz hatalmat használva, hogy gonoszságokat kövessek el. Ez egy kicsit hosszabb és komplikáltabb mondat volt tőle, de egy gonosz zsenitől ez igazából elvárható. Oké, Kokicsi kitalált valamit. Szupi szupe, yeah! Monokuma Theater. Ja, ez a visszajövőből a Doki meg a srác. Oké, bízhatsz egy nem őszinte emberben, hogy nem lesz őszinte. Az őszintékre kell figyelned. Mert nem tudhatod, nem tudod megjósolni, mikor fognak csinálni valami hihetetlen hülyeséget. Őszintén szólva, könnyebb végmenni az életen egy hazugság, anélkül, hogy egy hazugságot is mondanál. Ami azt jelenti, hogy az őszinte emberek csak ugye lusták. Egyébként meg a mostani trend, ami azt próbálja beadni, hogy mindenki mondjon igazat, az valójában egy hazugság. Ugye, mert hogy sokkal könnyebb a hazugoknak, hogyha több, ugye, őszinte ember van a világon, akiket meg lehet téveszteni. Ez furcsa mód, ennek van értelme. Hazudoznak ugye a trendről, hogy még több hülye őszinte ember legyen. De lehet, hogy ez is hazugság. Oké, most már nem tudom, mi van. Na, ding-dong, ding-dong. Na, mi van a Monotaroval meg a másikkal? Okay. Ja, hova a francba ment? Biztos egy másik nővel van. De rendben van. Ameddig boldog, én is rendben leszek. Ja, lehet, hogy nem ma, de valamelyik nap. Én is boldog leszek. Ajaj. Dákám, mi a baj? Majd a fájni. Végre emlékszem. Szükségem van rád. Túl egyszerű. Tudom, hogy még jobban bántalak, ha ilyen dolgokat mondok. Bocsánat mindenért, viszlát. Várjál, te buta ember! Ha?
Jóisten, a testet kezd szétesni. Tényleg nem tud semmit egyedül csinálni. Gyere ide, összevarlak. Köszönöm. Miért sírsz? Ez nem rád van. Vége. Ezt a hülyeséget. Ez milyen hülye ending volt? Ez túl hosszú egy bejelentésnek. Ma. Na mindegy, menni kell az ebédlőbe. Menjünk az ebédlőbe! Valamiért, nem tudom miért. Tökéletes időzítés. Kikérhetem a véleményedet? Mibe? Edzésünkről. Oké, tehát hogy az edzésem ugye ilyen szisztematikus metódusan alapul, de valami hiányzik. Igen? Oké, felüléseket és fekvőtámaszokat csináltunk. Guggolásokat is kéne csinálni, mert akkor meg lenne a teljes. Még akkor sem nekem nincs szükségem rá, azért, hogy ti nőjetek. Hozzá kéne adnunk olyasmit, mint harcművészet, vagy valami mentális képzés. Most így mondod, van egy gyakorló kardom. Tényleg? Az jó lesz, hogyha... jó lesz az edzéshez. Oké, ne is várjunk estig. Különleges képzést fogunk csinálni, amilyen hamar csak lehet. Akarod menni? Várjunk, ez micsoda? Volt már speckó jelenetem, mi ez? Oké, menjünk. Oké, hadd szóljon. Hozzad a maki tekercset is, és találkozunk a szokásos helyen. De reggeli után. Jó. Aktiváltam egy új jelenetet valahogy. Na mindegy. Akkor több jelenet nekünk, gondolom. Mégis nem panaszkodom. Ó, kislány Himiko! Ez a reggel szerencsétlen volt. Még mi történt? Ja, a monokáp dráma véget ért. Ja, hogy Monotaro-ban ugye felébredt, hogy szeressen. Úgy néz ki valami új fejlemény, aztán hirtelen másnap meg vége. Szóval te tényleg vártál erre. Arra gondolta, hogy talán kiderül, hogy Monofáninak van egy gyerek a hasába, vagy valami. És hogyha az valójában a gyereke az egyik halott monokábnak. Ja, ez olyan fajta melodramatikus csavar, amire én számítottam. Nem hiszem, hogy túl szórakoztató ilyen melodrámát nézni. Nem, ez ilyen napközbeni szappanopera cucc. Na mindegy, most már úgyis vége, azt ennyi. Eldobom megvárásomét és tovább megyek. És ez az új, ugye, életutam. Ez az ő ninja útja. Hülyik, az elég sokat tud a szappanoperákról. Ja. Hát kislány. Kislány. Még nem tudok futni. Kislány. Ebédlő. Na lássuk, hogy mi lesz most. Oké. Ki nem bír megint magával? Hol van Miu és a Kokichi? Kokichi megöli a Miu-t egy harci dildóval, vagy nem tudom. A szó, hogy Kokichi miért nincs itt, de hol a Miu? Ha valószínűleg megint cseszteti a számítógépet a negyedik. Vagy a labóriában van. Egy másik találmánnyal. Látta egy csomó fék megépített gépet a laborban. Amikor karbantartást csinált rajtam. Ja, az jó a karbantartás. Ja, hogy szarakodjon gépekkel és számítógépekkel, az minden, amire ő jó. Nem? Szadomazóba is nagyon jó. Csak hogy tudjad. Mi a Gonta? Gonta még gondolkodik, mivel tegnap óta... Hogy lehetne Gonta, ugye, hasznos? Ja, Gonta nem tud semmit kitalálni, tiszta frusztráló.
Oké, nem kell ilyen képet vágnod. Meg nem csak te vagy így. Mindannyiuk, ugye... Mindannyiuknak... Mindannyian erre gondolunk, na. Mindannyiuknak arra kell gondolni, hogy hogyan tud túlélni. Használd zömbek semmisítő rendszert, hogy megments minket. Így teszik a robotok magukat hasznossá. Még ha igaz is lenne... Legalább egy kicsit hezitálj, mielőtt ilyesmit kinyöksz. De bevallod, hogy ez igaz? Fő tud robbantani magad? Én is gondolkodok azon. Majd ha előtt kitálok valamit, akkor elmondom nektek. Szerintem a Mugi az mostanában inkább bepiál a kis laborjába, azt ott fetrenk, hogy aaaaaa, szabadságharcos vagyok, hogy oké, akkor kajáljunk! Ha nem eszel rendesen, akkor nem tudsz gondolkodni rendesen. Oké? Burkoljunk! Oké, vissza a szobába. Összedni a gondolatainkat. Ja igen, teljesen ugye... a tudtukon kívül egy kimondhatatlan szörnyűség éppen történt. Most nem meg fog halni a Miu, miért a Miu? Legalább itt már kimaxoltam, de akkor is, mondjuk. Ha a Miu meg a Maki között kéne választom, bármennyire is bírom a Miu-nak a perverz agyát, a Makit kell menteni. Ajaj. Oké, de most megyünk a Kaitóval kardozni. Ugye? Oké, úgy van, mit? Oké, és akkor menni kell a Makival is, és egymást fogjuk fejbe csépelni kardossal. Szupi! Oké, lássuk, hogy mi ez. Meglepő, hogy említette ezt a különleges képzést. Oké, hoztam, amit kell az edzéshez? Új edzéshez. Adj csak ide! De ez használható? Ez a gyakorlókkal? Miért van egyáltalán nálad ilyen? Ja, miért nézel, miért vágsz ilyen undorodó képet, Maki tekercs? Ó, igaz, Maki. Szóval nem mondtad el Kaitónak. Ja, tényleg, ő nem használ kardokat. A Maki, ja tényleg mesélte, mert hogy egyszer elszart egy munkát, mert baszott nagy kard volt nála. Csak elkezdte dolgozni, elcseszte egy munkát a katona miatt. És azóta nem használ a kardokat. Ó, ne vágj ilyen képet. Tudom, hogy nem akartál megsérteni. Nem, az én hibám, hogy emlékeztettek valamire, amit rosszul érzett magad. Na mindegy. Meséld el, aztán... meghallgatom. Mi? Iga. Nehéz beszélni embereknek a bukásaidról, azt értem. De nem megmondtam. Harumaki! Igen, hogyha megosztod a terhedet másokkal, úgy leszel erősebb. Ne ragaszkodj ugye a múltadhoz örökre, szembe kell nézned, hogy tovább lépj. És ezzel most segíteni fogok. Oké, Kaito. Mi a franc? Mondjuk megint a Kaito nem mond hülyeséget, tehát hülyén tárolja, de nem mond hülyeséget, mert amit irritál engem is emberekben, hogy annyira, hogy mondják ezt magyarul, bizonytalanok saját magukból, hogy képtelenségből beszélni néha dolgokról, tehát mert mindenről valami rosszra emlékeznek, ami nekik kínos, egyébként pedig baromira nem nagy cucc, és egyszerűen aknamezőn lépkedsz, mert nem lehet semmiről velük beszélgetni, és ez engem rohadtul irritál. Tehát ezért én is személy szerint próbálok a saját hülyeségemmel nyitott lenni. Hogy egyrészt ne lehessen ugye, ahogy megmondták a trónok harcába is, hogy viselt páncélként, és ugye akkor nem használható ellened. Hogy fegyverként. Hogyha bevallod, hogy hát igen, én ezt így elkúrtam és ennyi, és akkor ha már mindenki tudja, akkor igazából kész. És akkor legalább tudsz egy csomó dolgokról nyíltan beszélni. Úgyhogy a Kaitónak ebben igaza van. Nevetséges vagy.
Egyébként meg ez a bukás már nem zavar engem. Na, így. De nem gond, hogyha beszélek róla. Csak... figyelmeztetlek, hogy unalmas történet. Ja igen, mint az összes többi sztorid. A Maki az olyan, hogy... Á, ez unalmas történet, ezt elveszi, és akkor mindig lesokkolunk, meg rémálmaink lesznek tőle innen. Ja, korábban csak annyit mondott volna nekem, hogy foglalkozok a saját dolgommal. Ja, Maki egy csomót változott. Jaj, Maki! Aztán meg meghal, én meg sírva fakadok. Oké, amikor tervezel egy gyilkosságot, információt kell szerezned először. Tudod kell a célpontot, ismerned kell a célpontot, ugye az időbeosztását, mozgását, barátait, ismerőseit. Oké, ez a konkrét célpont nagyon késő estig dolgozott, hát ez akármilyen japán üzletember lehet. De amikor belenéztem ugye a időbeosztásába, rájöttem, hogy van pár ilyen nerd hobbija. Nerd hobbi? Úgy, mint a Muginak? Pont úgy, mint a Muginak. Szeretett cosplayer, egy cosplayer csávót ölt meg, ajaj. Maki, te is akkor a gyűlölködést fog kapni. Ajaj, a cosplayereket ölt, vantata! Ja, egy millió év alatt se képzeltem volna, hogy Maki szájából halni fogom a cosplay szót. Szóval... amíg figyeltem a célpontnak a magánéletét, gondoltam, hogy jó terv, hogyha elrejtem a fegyverem, amikor közelkednek hozzá. És ez hogyan? Egy... ilyen tartóban, lényegében. Ja, mitől különbözik ez a többitől? Comugi tudná. Olyan tároló, amiben cosplay cuccokat cipelnek. Oké. Ja, igen, nagy dolgokat tudsz beletenni, hogy könnyű legyen cipelni. Oké. Beraktam a katonát, és akkor belekezdtem. De akkor az emberek körülöttem azt gondolták, hogy cosplayer vagyok, és valami furcsa történt. Elkezdték lefotózni. Tuti, ez történt, és ezért kurta el. Igen, azon a napon egy cosplay eseményt tartottak. Abban a kis, ugyanabban a csarnokban, ahol a célpont is bement. Sajnos! Pont olyan magasságom és haj stílusom volt, mint egy népszerű karakternek, a Makinak a dangarrompából. Aki szintén katonát cipelt. És elkezdték lefotózni. Azt hitték, hogy a karaktert cosplayelem. Úristen, zavarba lévő Maki. Szóval kirángatott a csarnok elé egy csoport izgatott ember drága kamerákkal. Majdnem látták a kardot ugye a Tokiában. Egyébként nem lehetne megmondani, hogy igazi. Tehát eleve olyan replikákat csinálnak ugye tompa pengével, amiről ha benne van a hüvelybe, akkor nem mondod meg, hogy nem valódi. És ráadásul fémből is vannak azok. És súlyra is nagyjából stimmel. Igen. Igen, és rájöttek volna, hogy a katonám az valódi. Hát elég közeli lehetett. Ez annyira jó ez a kép. Ja, kíváncsi voltam, hogy ez a komoly bukás mi lehet nálad. De ez mondjuk jó. Tehát igazából semmi komoly nem volt, egyszerűen csak az emberek maguk karángatták, hogy lefotózhassák. Relatable. Ja, sokkal cukibb volt, mint vártam. Most lecukiztuk a Makit. Oh, a Maki, ne nevessetek. Ez nekem nagyon komoly volt. Na mindegy, szerintem vicces.
Szóval, ugye ilyen hülyeség miatt ugye bukásnak ítéltek engem. Hogyha nem, ugye adakoztak volna tovább az árvaháznak, akkor az a vége lett volna. Ja, igaz. Ja, az viszont nem vicces. Tehát vicces is, meg nem vicces. Bocs, hogy kinevettünk. Ja, én is. Ah! Miért nyitja ki a száját? Nem kell bocsánatot kérni, nem vagyok mérges. Ja, turned her head to the side with a pout. A pout, ez a kiskutya száj, vagy nem tudom, hogy hívják, amikor így kinyomod az alsó ajkadot, azt hívják poutnak. Ja, ez a kifejezés az arcán, hogy megnyílt a történetével. Én nem tudtam volna ilyet elképzelni. Ja, a Maki az tök jó pofa. Ő a kedvencem. És a benyomásom róla megint megváltozott. De mindig egy csomó mindent nem tudok a Makiról és a Kaitóról. Hát a Makiról egy csomó mindent tudunk, már a Kaitóról már nem. Remélem Makinak igaza van. Egy csomó tanulhatnánk egymásról, miután kijutunk. Nem, hogy barátok leszünk. És biztos, hogy kijutunk innen. Friendship! Na, legalább megtudtuk, mi volt ez a katonás bukás. Ez tök jó. Ezért nem cosplay eventen nehéz embert ölni. Az itt a lényeg. Hogyha cosplay-be akarsz ölni. Na, mit tegyünk? Mit tudok tenni? Oké. Okay. Egyetlen dolog, ami jobb vagyok, hogy rejtélyeket oldjak meg, de ezt az akadémiát nem tudom megfejteni. Nincsenek nyomaim, de ez nem kifogás! Mert nem kell a Makihoz! A cuki Makihoz. Maki! Ja, valamit, amit egyedül én csak csinálni, csak egy dologra tudok gondolni. Hogy megölsz valakit! Oké, okay. Lógunk együtt a Makival. Ja, tudom, hogy mit akarsz mondani, de ez a valóság. Persze, gondolkodom más dolgokról is, amit tudok csinálni. Oké. Okay. Együtt lógtunk a Makival. Akarok neki prezentót adni. Jap. Úgy nézel ki, úgy néz ki, mintha valamit kérdezni akarnál. Igen? Hát tök mindegy. Ja, azt mondtam neked, hogy... csinálj, mintha nem hallottál volna semmit. De nem vonhatom vissza, amit kimondtam. Kíváncsi vagy, hogy ki az a lány, ugye? Aki közeli barátom volt az árvaházból. Közeli barát. Miért ülsz ilyen megnyugodtnak? Vagy megkönnyebbültnek? Na. Úgy nézek ki? Yeah. Igen, úgy nézek és undorító. Oh. Csak örülök, hogy van egy barátod a véletedbe. Aha. Szóval ezért vágsz ilyen undorító képet. Az árvázban normális gyerek voltam. Most dühös valami miatt? Bocs. Rendben van. De mi volt az, amit arról mondta, hogy átvenné a helyet? Azt mondja, a toborzók először őt nézték ki, nem engem. Nekem elég tehetsége volt, aki viszont több volt. Nagyon kedves volt. Egy, ugye sokat sírt, aki könnyen ugye magányosnak érezte magát, de próbált erős lenni. Hogyha olyan helyre vitték volna, ahol én kerültem, akkor egész életében sírt volna. Ezért én mentem inkább. Ha, tehát a Makinak volt döntése, tehát ő mehetett. Tehát ő jelentkezett, hogy ő megy inkább. Ah, oké. Okay.
akkor még nem tudta, hogy mi van előttem, ugye, mint bérgyilkos. De kibírtam a kiképzést, hogyha neki kellett volna, akkor meghalt volna. És ezért próbál ilyen kétségbeesettem mindent megtenni. Szóval nem csak az árvázért csinálta, hanem a barátjaért is. Együtt lenni vele, az jó volt. Ja, ugyanolyan ruhákat hordtunk, édességeket csináltunk, meg azokat cseréltük egymással. Bajba kerültünk a tanároktól, mert sokat dumáltunk éjszaka. És plate house, a house az azt jelenti, ez a... Így mondják angolul, hogy papás-mamást játszottak, ugye a plate house. Ugye sokat játszottak ilyet a árvázban a többi gyerekkel. Ő játszotta az anyát, és én játszottam az apát. Egyikük se ismerte a szüleit, szóval úgy csináltuk. Szóval annyit tudtuk csinálni, hogy elképzeltük. Ez meglepően cuki! Ezt sem tudom képzelni. Szóval jó, szóval szórakoztató volt, mi? Nem, ez elképesztően cuki. A cuki maki. Mi van? Nem mondj olyan dolgokat, mint a cuki. Az a dolog nem létezik a szívemben. De maki! Nem is a te szívedbe kell, hogy létezzen. Nem, tényleg így gondolom. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó apa lennél. Kusoljál. Fejezd be azt, bármire is gondolsz. Yeah, hey, maki! Sír. Majdnem kivakszoltam akit! Ja, a legbelül Maki is csak olyan, mint mi. Egy szerencsétlen. Ja, egészen fura, hogy Monokuma nem csinált semmit velünk még. Meg az a... motivációs, ugye... plastik kártya, amit a Kokchi elvett, az is még valahol ott van kint. Ja, tényleg, a kártyával mi van? Mert tudom, hol kell használni, legalábbis sejtem. Ja, rendben, hogy semmi nem történik, de lehet, hogy túl gondolom az egészet. Halókjunk együtt a makival, kimaxoljuk a makit. Prezentó! Akarok neki prezentót adni. Akarok. A közeli barátod, akit említettél, biztos gondol rád. Maki! Már nincs itt, meghalt. Tudtam, hogy valami sötét izé lesz a vége. Amikor végfejeztem a kiképzést, bementem, hogy meglátogassam, de meghalt egy autó balesetben, miközben egy gyereket mentett meg. Ja, sokkolt. Hogy akkor miért viseltem el a kiképzést. De... biztosan boldogan halt meg, miközben mentett valakit. És az emlékek, amiket róla őriztem, ugye tartottak életben idáig. Még az egész... árvaház. Ezért is teszek meg mindent, hogy megvédjem azt a helyet. Értem. Pont. Valamit mondani akarsz. Undarító az arcod megint, szóval nyögd már ki. Akkor... azon gondolkod, hogy mit tehetnék én. Mondd, hogy mit tehetek, érted, Maki? Értem. Maki, ugye legbelül egy normális lány vagy, és azt akarom, hogy normális életet élj. Arra gondoltam, hogy... hátrahagyhatnád ezt a bérgyilkosos dolgot. Talán osztáltam a detektív képességem, hogy kinyomozzuk ezt a bérgyilkos szektát. Lehetetlen. Szörnyen biztosnak tűnsz ebben. A világ nem olyan egyszerű, mint gondolod.
szüksége van bérgyilkosokra, hogy elvégezzék a piszkos munkát. Mit gondolsz, ki vagy te? Nem gondolt, egy kicsit beképzelt vagy? Így működik a világ, mi? Talán, de... De Makit ezzel rendben vagy? Nem tudom, hogy van-e jó válasz. Mert én arra gondolok, hogy... hogy igen, lehet, hogy... Hogy a világ úgy működik, hogy... Kellenek bérgyilkosok, hogy elvégezzék a piszkos munkát, de... Nem szükségszerűen neked kell ezt elvégezned. Nem? Vannak mások is. Legyen ez. De Maki, te rendben vagy ezzel? A kérdésed értelmetlen. Hogy válaszoljam ezt meg? Bocs. Suicsi, csak csináld a detektív munkádat. Miért te próbálsz megoldástani találni olyan problémákra, ahol nem fog a dolog gyilkossághoz vezetni? Mi? Azokat az embereket, akiket én megölök, azokat nem egyszerű okok miatt ölöm meg. Hanem bizonyos komplikációk miatt, amiket csak gyilkossággal lehet megoldani. De te megpróbálhatod csökkenteni a komplikációkat. Értem, hogy mire gondol. Megint pautingol! Ugye, és elfordította a fejét. És hogyha ez megtörténik, akkor gondolom, be kell fejeznem, hogy bérgyilkos legyek. Talán. Senki más nem tudja ezt megcsinálni, te vagy az egyetlen. Maki, egy kicsit túl sok munkát adsz nekem ezzel, hogy megoldjam az összes komplikációt, ami bérgyilkosokat szükségessé teszi. Még a fejét elfordítva is láttam, hogy elmosolyodik. Szóval Maki így mond köszönömet. Persze rá, én tudom, hogy a helyzet nem ilyen egyszerű. Hát te vagy Saitónak, vagy Saito? Kaitónak a... mi ez? Szárny segédje. Szóval nem kéne... Nem kéne ilyen sokat várnom tőled. Bírom a szarkazmusát a Makinek. Ez rád is vonatkozik, ugye? Te is afféle szárny segédje vagy. Na, ezt aztán tényleg mondanod kell. Sem mosolyog a Maki. Valami Maki meg fog halni, mert még mosolyog is. Szörnyű. Oké, egymásra vigyorogtunk, hogy Oké, nem gondoltam volna, hogy lehetséges, de mind a ketten mosolyogtunk. Ez azért van, mert Maki és én most már peckó kötelékünk van. És erre az a kötelékre esküszöm, hogy együtt fogunk megszökni. Jeeeej! Oké, csak furcsa lesz, mert hogyha... Bár mondjuk a Maki... Nem, a Makival nem döntöttük ezt el, csak ugye a Miuval már eldöntöttük, hogy ő lesz a csajom, ha kijutunk. Oké. Új skillt kaptam. Financing. Zsír. Oké. Akkor mivel befejeztük a Makit, az azt jelenti, hogy megvan az összes free time, tehát most valaki meg fog halni. Maki bugyia, yeah! Ez ilyen fehér? Én azt gondoltam volna, hogy piros mondjuk, vagy fekete, ugye ilyen ruhájához, de fehér? Mondjuk végül is jön. Fehér és spagetti pántos. Az vad. Majd ha lesz lehetőség, akkor megnézzük a izébe. Megnézem, hogy mikor lesz lehetőségem megnézni. Ojjaj, ding-dong van! Oké. Maki vagy Kaito, figyelj engem. Oké. Mielőtt nekikezdünk a szörnyűséghez, meg kell néznünk Maki bugyiját, mert... Maki bugyia!
Oké, okay. Maki kedvenc bugyija. Könnyű benne mozogni, és... egy masni van az oldalán. Masni van az oldalán? Ez a have a tie on the side, mondjuk ötáj, tehát egy masnit van, de lehet, hogy ilyen fűzős, mondjuk az nagyon nem praktikus viselet. Na mindegy. Oké, okay, ki vagy? Miu! Neked is megvan a bugyid. Ja, nem a Maki bugyját szagolgatta. Goichi meg Spuichi, tehát hülye neveket ad nekem. Ja, válasz azt a nevet, amiket akarok. Miu, mit csinálsz? Gondoltam én és az ikrek, igen a mellei, beugorhatnak és meglátogathatják a szűz seggedet. Ja, van már merevedésed? Ja, folyamatosan merevedésem van. Mit csinálsz? Mit csinálok itt? Ja, köszönd meg nekem, hogy elhagyhatod végre ezt a helyet. Kiszökhetünk? Gyere a negyedik emeletre a számítógép szobába. De nem kell sietned, szóval, hogy igen, a rub van out. While you think about me, akkor van időd. Oké. Okay. Még egy kis angol nyelvi érdekesség, gyerekek fülét fogjátok be. A rub van out az kidörzsölni egyet szó szerint, de arra mondják, amikor... azt hiszem ez egyébként nemektől függetlenül, tehát nőkre is mondják, hogy rub van out, azt hiszem. Amikor polírozzák a szerszámot. És azt mondja a Miu, hogy nyugodtan csináljak egy ilyet, miközben rá gondolok, mert van időm. De jobb, hogyha elhozod a Krusty Tissue Afterward. Úristen, annyi mindent kell, oké. Okay. Igen, de tehát a Krusty Tissue az azt jelenti, hogy amikor a termés belemegy a papírzsepibe, amit ugye bizonyos esetekben használnak az úri emberek, amikor magányosan végzik a tevékenységet, akkor az ugye megszárad, és akkor azt jelenti a crusty, tehát ez a darabos, kérges dolog, az a crusty. Azt jelenti az a szó. Amikor megszárad valami, és töredezik. Például a kenyérnek a héja is lehet crusty. Ilyen ropogós, darabos, töredezős szárat valami. Na és valamiért a Miu azt akarja, hogy azt a zsebkendőt vigyem el neki. Most én jobban belegondolok, miért hoztam a Krusty Tissue-val egy mondatba a kenyeret. Kicsit undorító, nem? Ja. Öntök magamnak vizet, mert kiszáradt a szám. És nem ettől a sok szexuális utalástól szárad ki a szám, hanem a beszédtől. Na! Attól függetlenül, amiket mondott, nem tűnik, nem hangzott túl komolynak. De nem kéne ugye figyelmen kívül hagynom. Oké, negyedik emelet számítógép szóval. Hadd szóljon! Lássuk Miu mit alkotott, valami Pornhubot behozta, vagy nem tudom. Ó, kőslány! Arra? Ja, Miu, neked is szólt, hogy találkozunk itt? Ja! Szóval mindenki ugye azt üzenetet kapta? Ja, azt mondta, hogy ki tudunk jutni innen, de nekem gyanús. A májikus érzékeim azt mondják, hogy ne szűrjük össze a levet a Miu-val. Talán talált egy kiutat. De menjünk, ugye a biztonság kedvéért. Jó. Mi van? Ja, csak emlékeztem, hogy Tenko mindig megfogta a kezem és magával rángatott ilyen helyzetekben. Ja.
El tudom képzelni, ahogy Tenko megfogja a kezét és azt mondja, hogy majd én megvédelek! Jól van! Tanulok Tenkótól és egyedül megyek tovább. Kosuichi, menj előre! Ja nem, előre megyek és te is gyere utánam. Oké, okay, megyek. Majd te megvédsz engem, gondolom, vagy valami. A kislány erőddel. Na lássuk, mit talált ki a Miu. Kíváncsi vagyok, ez a számítógép tud a ray tracinget. Na! Mindenki itt van? Még Kokichi is? Oké, okay, mindenki itt van. Oké, okay, ne nézzetek ilyen depisnek, mert nem tudtok egyedül időt tölteni velem. Oké? Okay. Ja, depisnek tűnök neked? There is no way we wouldn't show up when we were told there is a chance to escape. Ja igen, hogy nem jelentük volna meg, ha nem mondtad volna, hogy van esélye a kiutásra, csak ilyen angolosan van megfogalmazva aztán. Szerintem mindig gyanús. Ja, nem úgy hangzik inkább, mint hogy valami poénos fog történni? Ja, te mindig előj bukkasz ilyen cuccoknál. Ja, már kiismertelek. Kösz! A barátságnak az alapfeltétele, hogy megértsük egymást. Oké, szóval hogy jutunk ki? Tényleg van mód? Persze, hogy van. Az ilyen zserik, mint én, soha nem tévednek. Szóval hogyan? Egy másik világ vagyunk. Ezek szerint igaz. Egy világban, ahol nincs gyilkos játék és Monokuma. Másik világ! És tudod hogy? Ha tudod? Elmondom, ha meghajolsz előttem. Térdre, most! Miért? Amikor Shuichi és Kaede meghajolt előtt, az felébresztett bennem valami. Na most gyorsan. Hajoljatok meg előttem. Mazoista szardarabon. Nem neked kéne meghajolod előttünk? Mi? Azt akarod, hogy hallgassunk rád, akkor téld erre és könyörög, mint egy kutya. Mi a franc? Az nem furcsa? Igen. Ja, mindenki pazarol az idejét egy olyan értéktelen szemétre, mint te. Ajaj. Kokichi ettől be fog gerjedni, ami jó, nem kéne. Szóval jobb, hogyha letérdelsz és könyörögsz. Mi? Miért? Ja, egész éjjel fenn voltam, hogy ezt mindenkinek előkészítsem. Oké, okay, akkor én mentem. Várj! Ne! Beszélni akarok róla. Mi ez a rajz stílus? Ez elég váratlan. Nekem tetszik. Ez tök furcsa. Oké. Okay. Ha. Ó, oh, milyen szakadt lett a mi. Egy kicsit sajnálom. Na, hallgassuk meg. Egyébként nem tudom milyen mangára, mert az valami utalás volt, azok a képek valami mangára, tuti. De meg nem mondom, hogy melyikre. Ennyire nem vagyok képben. Hallott ezt, Miu? Iga! Meddig fogsz depizni? Ja, más, mondd el nekünk, Squid Breath. Igen, uram! Oké, amikor azt mondtam, hogy egy másik világba, akkor erre a bazi nagy számítógépre gondoltam. Van ez az eszköz kapcsolódva. Egy VR szemüveg. Amit ráraksz a fejedre, és feltölti a tudatodat, szóval... el tudsz venni abba a világba, amit a számítógép csinált. Konta érti. Igen? A kijárat ebben a kompúterben van. Szóval ki kell nyitnunk és bemenni. Nem? Hogyha megpróbálsz erőszakkal belemenni, akkor tönkre teszed. Szóval ez egy virtuális valóság. Több mint virtuális valóság, hanem virtuális világ.
Mert a tudatod úgy tud mászkálni, mintha valóságban lenne. Akkor ez a Matrix! Akkor láttam egy filmet erről, amikor kicsi voltam. Keanu Reeves! Akkor menjünk! Lesz benne Keanu Reeves! Akkor a virtuális világba? Ja, menjünk együtt! Nem! Meh! Azt ígértétek, hogy együtt megyünk. Nem ígértünk semmit. Miről beszél? Csak a biztonság kedvére hagyd kérdezzem. Mi fog történni a tudatunkkal, amíg benn vagyunk? Szóval használunk avatárokat, mint új testeket, hogy összekapcsoljuk a tudatunkkal a virtuális világban. Honnan tudott ez? Mi mondta? Segítettem neki elkészíteni a virtuális világot. Én hoztam ide a székeket. És ezért cserébe rávettem, hogy mondja el az okokat. Szóval ez a bocsánatkérés. Aha, akkor a Kokichi itt fog valamit csinálni. Valakinek kisütjük az agyát? Miről beszéltek? Mi ez az avatar? Karakterek, amik jelképeznek téged a virtuális világban. Oké, tehát a tudatunkat átrakjuk a testünkből, és berakjuk az avatárokba a virtuális világba, és aztán... abban a új világban lesz új testünk, és nem lesz ott gyilkosság, meg monokuma. Az nem jutott-e senki tudatáig, hogy a számítógép itt van, és a monokuma is itt van. És bármikor hozzánk fér a monokuma, a számítógépen. Mi történik a valódi testünkkel? Gyakorlatilag elalszik, ameddig az egész tart. Menjünk! Azt mondta, hogy nem megyünk, veszélyes. Kussoljál már! Mondd, hogy nem veszélyes. Azt mondja, hogy ezt mondod, még inkább veszélyesnek hangzik. Jér Isten! Tényleg ennyire megbízhatatlan vagyok? Hát... akkor... még megnyugtatóbbnak fogjátok találni, hogy nem én csináltam a virtuális világot. Ez inkább még nyugtalanítóbb, bár valószínűleg kevesebb szadomazó cucc lesz benne. Valaki más csinálta. Más. Hát akkor meg pláne nem megyünk be, azt se tudjuk, hogy ki csinálta. Maki, mi a véleményed? Oké, kiszedi a tudatunkat a testünkből. Oké, Maki, vagy Miu. Ki csinálta? Én csináltam! Akkor mi a halálért mennénk bele? Miu! A franc essen belém. Tudtam! Kislánynak van józan esze. Ezek is itt vannak, szuper. Hát, Fater, tényleg mindent meg tudsz tenni. Fater, melyik a Fater? Ő a Fater! Nem, nem vagyok. Akkor hadd magyarázzam el. Használtam egy programot, hogy megcsináljam a virtuális világot. Kis gyilkos játék szimulátor. Az volt a program, fasza. Oké. Oké. Oké, hát most, hogy ezt tudjuk, akkor eldöntöttem, nem megyek be. Várjatok, azt mondta, várjatok! A monokuma csinálta, veszélyes! Egy egész éjjel dolgoztam rajta, és kitöröltem minden veszélyeset. Most már biztonságos. Nem kell aggódni, ez csak egy szimulátor. Nem, ez monokuma, akiről beszélünk. Lehet, hogy nem is valódi szimulátor. Faternak igaza van? Kinek az oldalán állsz? Nem vagyok az apád! Ja, milyen kegyetlen, miért nem fogadod el a gyerekednek? Ja, egyel... nem játszhatok együtt velük, nem is az én gyerekem. Ja, csak azért rinyáltok itt, mert nem voltatok még a virtuális világban. De amit bementek, megértitek. De tök menő!
biztos imádnátok. Aztán szerelembe estek velem, hogy megmutattam nektek. Aztán orgiázunk egész nap. Az a világ, amit monokumot csinál. Dip the tip. Ja, hogyha nem akarsz egyből beleugrani, akkor ugye csak belemártatod a hegyét. A dip the tip. Ah, minek a hegyét? Úristen. Azt mondtad, egész éjjel beállítottam mindent. Szóval eredetleg egy gyilkos játék szimulátor volt, de most már nem. Ja, így van. Ja, a Kokichi meg a Monokuma valamit lebizniszett, tehát tudja, hogy valaki oda ben fog meghalni, ha bemegyünk. Átírtam a programot, kitöltem minden veszélyes objektumot, amit fegyvernek lehetne használni. Egy jó anya ezt is ezt tenni. Anya. Mi ez a furcsa érzés a melkasomban? Ilyen érzés anyának lenni? Bízunk a Mio-ban! Ahogy itt bízunk el egy a barátainkban. Jaj, haldoklom. Miért vagy Mio oldalán? Nem vagyok az oldalán. De úgy érzem, hogy találunk valamit ebben a világban. Valamit. Ugye te Monokuma csinálta ezt a világot. Talán odarakott valami csalit, hogy becsaljon minket. Talán valami tök durva titkot. Ja, de hát Monokuma elrejtettél oda benn valamit? Ja, csalit? Ja, persze! Tényleg, én először hallok erről. Én is! Mami, anya, anyuci is először hall erről. Ő elfogadta őt a gyerekének. Oké, a Kokichi mondta, van egy őrült titok elrejtve a virtuális világban. A külvilágnak a titka. Oké. Annyit mondhatok el a titokról, hogy ha ráteszitek a kezeteket, azonnal megtudjátok, hogy mi történik az akadémián kívül. Oké. Mi történik kint? Miről beszélsz? Azt mondod, hogy valami folyik odakin? Közel lehet a meteoritokhoz? Oké, hát ha ennyire kíváncsi vagy, akkor nincs más lehetőséget, mint bemenni. Tudni akarjuk, szóval bemegyünk. Kocsi, mi van? Te tudtál erről? Hogy Monokuma titkot rejt a virtuális világban? Ja, ne hülyéskedj, ez csak egy megérzés. A kis szarházi. Szóval nem... nem ignorálhatjuk. Mert találhatunk valamit a külvilágról. Talán ezzel az infóval még véget vethetünk a gyilkos játéknak is. Akkor Gonta bemegy! Bemegy ebbe a Virtua World-be! Nem lehet! Valószínűleg csapda! Úristen, csapda! De ha még egy kis esélyes van, hogy megállítsuk a gyilkos játékot, akkor bele kéne menni. Ezt mondja nekem a belső hang. Ja, mindig erről a belső hangról beszélsz. Elegünk van az Atu a baromságból. Semmi köze Atuának, már mondtam. Amikor elveszett vagyok, akkor a belső hang elmondja nekem, hogy mit csináljak. Mindig követtem ezt a hangot, és így is fogok tenni most is. Ezért bemegyek a virtuális világba. Akkor én is megyek. Te is? Ja. Hogy a külvilág titka aggaszt engem. De meg akarom nézni ezt a világot is. Ja, kíváncsiság. Ja, ez a hülye már megint rá be van állva. Amikor egy férfi elveszti a kíváncsiságát, megöregszik. Ugye, az embert a kíváncsisága hajtja elő. Most már befejezheted. Azt hiszem, akkor én is hülye leszek. Te is mész, Maki? Persze. Te is jössz, Shuichi.
És nem mondja azt, hogy nem, mert ugye veszélyes. Már egy ideje veszélyben vagyunk, igaz? Igen, a képességem, hogy bizonyítékok gyűjtsek és felfedjem az igazságot. Nem futhatok előle. Oké, okay, megyek én is. De miért? Veszélyes! Ja, akármilyen veszélyes is meg kell tennünk! Nincs más választásunk! Én is megyek! Ha csak itt maradok, akkor aggódni fogok. Akkor mindenki, csak a Mugi nem. Akkor én is megyek. A Muginak józan eszem, a nő az egyedül, aki nem akar bemenni, mert gáz. De miért nem maradhatna ki pár ember? Csak a biztonság kedvéért. Akkor mindenki megy. De mit tervezel, Kokicsi? Persze, hogy semmit. Ja, mióta Kaito pofán vágott, megváltoztam. Ja, nyugi, csak bízz bennem. Nem. Oké, okay, kezdjük, mielőtt megváltoz, mielőtt meggondoljátok magátokat. Oké, okay, kapjátok fel a sisakot. És üljetek vele az egyik székbe. Jó van. Na, ez érdekes lesz. Ajaj. Oké, látjátok azt a két portot a sisak hátulján? Oda rakod be a kábeleket a számítógépbe. Oké. Okay. Azt mondja, a piros az elme, és a kék az emlékek. Ajaj. Úgy bedobhatnék egy csomó menő techno zsargon, de úgyse értenétek. Ez a két kábel beviszi a tudatotokat és emlékeztet a virtuális világba. Csak ne rakjátok be a rossz lyukba. Oké, okay, akkor melyik kábel, melyik port? Vörös a jobba, emlékek a balba. Oké. Okay. Csak kíváncsiságból, mi történik, ha felcserélem? Nem tudom, nem csináltam korábban. Mondom, minden tiszta szar lesz, meg ilyesmi. Talán, ugye, zöldséggé változol, vagy kicseréled a tested valakivel, ki tudja. Akkor nem cserélem ki a kábeleket. Rendben van, hogyha nyugodtak maradok, akkor nem történik semmi. Szóval akkor a evőpálcikát a jobb kezembe tartom, és nyugodjál le, Himiko! Oké, bedugdostok a cuccokat. Aztán felrakod a sisakot. És nyomjátok meg a gombot a halántékotoknál. Oké, a paradicsom sokkal csodásabb, mint a való világ. Nincs ebben egy gyilkosság és monokuma. A gonta megnyomja a gombot, akkor az avatár személy beviszi Gontát a Virtua World-be. Ja, persze, ha így jobban érted. Meg az avatártokat úgy állítottam be, hogy hasonlítson rátok. Sőt, hogyha hasonlítsuk a jelenlegi kinézetekhez, akkor még egy csomót javult is. Gratulálok, Himiko, nem kell drága plasztikai műtétet végeztettem. Nem is akartam plasztikai műtét, én szeretem az arcom. Oké, okay. Nagy szóljon! Csak csináljuk már, sok a pofázás. Oké. Okay. Oké, okay, fejem raktam, megnyomtam, és aztán... Megint belemászik a gatyámba egy csomó szám. Ajaj. Ósten, bevegyük a Matrixba! Mindjárt jön a Morpheus. Oké. Okay. Neo World program. Oké. Okay.
Oké. Egy másik világban álltunk. Igen, ott voltunk. Hol? Ó. Oh. Ne! Mi ez? Ez. Ez a virtuális világ. Ez úgy néz ki, mint az Animal Crossing. Ez tökre máshogy néz ki, mint amit mondtak. Ez a grafika tökre, ez egy csalódás. Mit lehetne ez már, ugye, jobb, mint a való világ. És az avatárok is tök gázak. Én egy szupermodell arcát akartam. Azt hittem, hogy tetszik az arcod. Nekem mindig robot testem van. Be kell valljam, titokban kicsit többre számítottam. Oké. Okay. De ez tök furcsa. Úgy tudom mozgatni ezt a avatárt, mint a saját testem, ugye? És ezzel a testtel nem kell aggódnom az a dolgok miatt. Milyen dolgok miatt? Semmi. Ja, hogy haldokolsz. Maki! Hey! Maki az cuki így is. Mit akarok menni? Jól, cuki vagyok. Úgy tett a cuki. Meghalok! Olyan cuki. Ez gyors volt. Milyen gírtak őket? Szóval ez a virtuális világ. És ez a határom. Hm. Most már értem. Ha! Milyen bebasz... Milyen bevert a keyboardnak. De ezt miért csináltad? Szóval ez fáj. Ah, most így mondod, tényleg éreztem fájdalmat. Az tök jó. Ha fájdalmat érzel, akkor azt jelenti, hogy az érzékeik is kapcsolatban vannak. Csotto. Akkor az érzékeink. Ez a hely tök menő! Többet kéne ide járni, mert sokkal jobb, mint a való világ. Miről beszélsz? Na Isten! Ja, tök más, mint amit mondtál, és a grafika is tök gáz. Yeah, your looks are nothing to write home about. Ja, bízz bennem, egy milliószor jobban nézel ki most. Mi? Mit értesz az, hogy az érzékeink is kapcsolódva vannak? Ennek kell magyarázat. Nem mondtam? Meg így bevert egyetek. Nem mondtam. Azt mondja, hogy ez sokkal tovább megy a virtuális valóságnál. Hogy való, hogy ténylegesebben vagyunk kapcsolódva. Értjük, úgyhogy ne ütöges már. Nem lehet. Még akkor is, ha avatárok, soha nem tudnék megütni egy szemét, ja, mert te robot vagy. Még ideben se tudok megszökni a robofóbiád elől. Oké, okay. Hogy működnek az érzékeink? Oké, okay. Amikor az avatárot kapsz, egy érzék ki valamit, tehát valamilyen érzékére valami hatás van, akkor egy elektromos jelet kap az agyatok. És az agyatok ezt lefordítja, és úgy, mintha ezt valójában is érzékelt volna. Szóval még akkor is, ha nem valódi, valójában vernek pofán, az agy úgy érzékeli, hogy fáj, hogy valami fáj. Szuka! És mert nem hagy nyomot, ezért addig ütheted, amíg akarod. Na, tak. Ez egy elég elcseszett logika. Okazio! Miért néz ki így a testük? Ez Hibiko mágiája? Egy csomó dolog van itt. De ne aggódj miatt a gondta. Szóval, hogy is jól kéne megtalálnunk a külvilág titkát? Azt se tudjuk, hogy hol kezdjük. De többet kell megtudnunk erről a helyről. Van itt valami térkép? Van egy térképem, de ezt el kell mondanom, figyelmeztetlek kell valamire. Figyelmeztetés! Gyorsabban kéne előhoznod ezeket. Oké, kíváncsiak, milyen szabályok vonatkoznak erre a helyre. Maki!
Ne. Oké, okay, sessék a beszélgetéssel, meg akarom tudni a külvilág titkát. Oké. Okay. Mondjad, Mio! Oké, okay, mit kell elmondani nekünk, Mio? Oké, okay, van egy különös szabályára a világra. A dolgok itt törhetetlenek. Nem lehet eltörni a tárgyakat? Ebben a virtuális világban nincs szabály arra, hogy a tárgyak hogyan törnek. Szóval bármilyen tárgyról is van szó, nem tud eltörni. Szóval, hogyha egy ilyen gumit kihúzol, akkor egy idő után elszakad. De itt, ugye a gumi csak kinyúlik, és egy ponton megakad, és nem szakad el. Szóval ezért az avatárok nem tudnak megsérülni, de még így is érzel fájdalmat. Aha. Oké. Okay. Szóval mondtam, nem nagy cucc. Oké. Okay. Vagy az, hogy nem nagy cucc. Ezeket ez nagy cucc, el kellett volna mondanod korábban. Sajnálom! De ez az egyetlen speciális dolog, a többi az a fizikának megfelelő. Ezek van valami speciális az avatárokkal is. Okay, Mio egyre több dolgot hoz fel, amit nem szólt először. Oké, okay, mi a speciális az avatárokkal? Oké, okay, minden avatárnak ugyanaz az átlag ereje van ebben a világban. Tehát mindenki ugyanolyan erős, tehát nem vonatkozik rá. Szóval nincsen különbség a fizikai képességeink között. Szóval olyan erős vagyok, mint a Gonta. Gonta meg gyengébb! Ez egy simi komágiai miért van? Az nem lehet, ha Gonta nem erős, akkor nem tud megvédeni senkit. Nem az én hibám, csak így működik ez a világ. Oké, okay. Ezek az egyetlen dolgok, amik mások ebben a világban? Ja, ennyi. Oké, okay, hogy megyünk ki innen? Oké, okay, az is. Oké, okay, ahhoz, hogy kijussak ott, azt a telefont kell használni. Hú, mint a Matrixban. Csak vegyétek fel, mondjátok be a neveteket, és ennyi. Ja, és ez a telefon oda van rögzítve, tehát nem lehet kivinni a szobából. Szóval ezt a szobát kell használtok a belépésre és kilépésre. És amikor beléptek, mindig ebben a szobában jelentek meg. Oké. Okay. Szóval ez olyan, mint a Matrix egy kicsit. Szóval ne csaljatok, hogy egyedül léptek ki. Meg kell találnunk ugye a külvilág titkát. Ja, vágjuk. Szóval a térkép. Oké, okay, ott van a falon. Kövessetek. Oké. Okay. Ez tényleg úgy néz ki az Animal Crossing, ez tök poén. Oké, okay, itt a térkép, amit előkészítettem. Nézzétek meg! Ja, itt tudni fogjátok. Ismét fogjátok a virtuális világot úgy, mint a Mugi ismeri a saját tarkóját. Mi van a tarkómban? Honnan tudtad, hogy az a pont ott nagyon érzékeny? Oh. Ja, értem. A tarkója, ha? Miért érdekez téged ennyire? Undorító. Hopp. Maki. Undorító. Most nem van pirúva, Maki. Nem akarok úgy viselkedni, mint a Tenko vagy ilyesmi, de... Sokat fantáziáltok arról. Vagy a... Miről fantáziálunk sokat? Tartsuk titokba a tarkomba való dolgot. Ne rakjátok ki a netre. Ha ki elterjed, akkor fotózásokat az emberek ki fogják használni. Oké. Okay. Mi a bajány, Kaito? Nézzük meg a térképet. Többet kell tudnunk erről a világról. Oké, okay, nézzük meg a térképet. Oké, okay, két térkép van, egy kisebb és egy nagyobb.
első emelete a kúriának. Oké, okay, ebben az épületben vagyunk most. Akkor van a szalon, abban van a telefon, ebédlő, most első szint. És nincs második emelet. Van tető. Tető. Menjünk fel, azt nézzük meg, onnan jól látni mindent. Ja, jó ötlet. Oké. Okay. Oké, okay, nézzük meg előbb a nagy térképet. Oké, okay, mi van a nagy térképen? Szóval... Nem túl nagy. Oké, okay, szarháziak. Emlékezzetek mindenre a térképet. Elég nagy. Még a folyón túl is folytatódik. Itt egy ellipszis. Milyen ellipszis? Majd elmondom, az mit jelent, hogyha oda jöttök, akkor megértitek. Ez mit jelent? És volt egy másik épület. Az egy kápolna. Elég nagy kupi volt bent. Már ott van benne a titok. Van egy fekete vonal, ami a térkép körül van. Ja, a keret. Az jelent valamit? Még jó, hogy észrevetted. Persze, hogy jelent valamit. Az a fal. A fal. Igen, egy nagy fal veszi körül a virtuális világot. Még ebben a világban is vagyunk szorulva. Nem vagy beszorulva. A fal mögött a világ vége van. Szó szerint. A fal mögött nincs semmi. Ott minden véget ér. Szóval az a fal a világ vége. Ezeket a térképeket te csináltad? Mi? Nem Monokuma? Így van. Én csináltam a térképeket. Miért? Mi van? Semmi. Csak tudni akartam. Valami fura Miúval kapcsolatban. Oké, okay, foglalkozunk a fontos dolgokkal egyelőre. Tak jó. Igen, hol van eltugva a külvilág titka? Elég nehéz lesz megtalálni. Különösen mi azt se tudjuk, mit keresünk. Csotto. Hova mész? Gondoltam, elmegyek körbenézni egyedül. Van egy csomó dolog, amit ma akarok nézni. Ma a francokat fogom engedni egyedül, menj! Jó, de jó! És miért kell nekem az engedélyed, Kaito? Azt csinálok, amit akarok. Menni fogok, akár tetszik, akár nem. És gáz lenne, ha valaki folyamatosan őrködne rajtam. Makaszeteo! Gonta nem érte, hogy mi van itt, Gonta nem tudja, mennyire tud segíteni. De Gonta tud figyelni Kokichira, hogy ne csinálj semmi furát. Gonta, aranyos vagy. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Még a nevetséges fizikai erőd nélkül is. Ameddig ugye önzetlen és bátor vagy, elég jó testőr leszel. Testőr? Ja, veled az oldalmat, hogy biztonságban leszek bármilyen csapdától. Oké, okay, akkor menjünk. Oké. Csotto! Daijoubu da jo? Hagyjátok Gontára, majd én figyelek Kokichire. Oké. Nani? Testőr, Gonta. Úgy néz ki, mintha ezt tervezte volna végig. Tényleg tudja, hogy manipuláljon embereket. Na ide, nézzük meg a tetőt. Ja, úgyhogy kövessetek, be akartok nézni a szoknyám alá, akkor csináljátok. Na menjünk fel, azt nézzük meg, mi van a tetőn. Ja, itt. Ú, basszus, de magas ez. Ó. Itt hó van. Hó. Nézd, Maki tekercs. Hó. Nézd, hó.
Te egy kutya vagy? Hideg van. Érzünk hideget is? Ja, hát nem király. Nem csak, hogy hideget érzel, fájdalmat is, meg élvezetet is. Sőt, még, igen, még fogamzásgátot se kell használnod. Egy kicsit maradnál csöndbe? Ja, úgy érzem, minél többet beszélt, annál kevésbé kedvellek. Oké, fedezzük fel ezt a helyet. Oké, csináljuk! Nem tudom, mit kell felfedezni itt. Hogy tudsz így fel... Hogy tudsz így örülni a hónak? Nem vagy már gyerek. Harumaki! Hé, Maki tekercs! A férfiak! Élőlények, akiknek örülni kell ugye a játékos szívüknek. Ha ezt elvesztik, akkor megöregszenek. Azt hittem, hogy akkor öregszenek meg, hogy elvesztik a kíváncsiságokat. Igen, mindkettő fontos. Egy férfinak sok mindenre kell emlékeznie. Nem, nem igaz? Nem tudom, hogy válaszoljak erre. Oké, mindegy. Ez az egyetlen dolog, amit láttam. Ó, távcső! Úgy néz ki, sok tapasztalatod van a távcsövekkel. Ja, mert ilyen nagy... Mert elég nyilvánvaló kukkoló vagy. Kösz. Na, lássuk, mi van. Oké, elég messze látsz ezekkel a ezzel a távcsővel. Mert hogy tudod, ezek távcsövek. Oké, nézz körül és nézd meg jól mindent. Oké, hogy... Ó, így. Mit kéne látnom? Ott a fal. Oké, ennél távolabb nem látok. Ott volt a vonal a térképen. Mondtam, hogy nem vonal. Akkor mi az? Miért áll meg ott a távcső? De az agresszív férfiak mindig jönnek, aztán mennek, aztán túl hamar jönnek. Majd elmagyarázom, hogy érünk. Mi lehet ott? Miről beszél? Raktár. Gondolom belenézek. Na, találtunk valami raktárat. Oh. Nézem, nincs semmi érdekes. Átírt a programot és minden veszélyes fegyverek használatot tárgyat kitöröltem. Nem látok semmit, amit fegyverként lehetne használni. Meg ez egy szimulátor, nem tudok meghalni benne, ugye? Igen, ezek üresek. Csak üres dobozok vannak itt. Szőnyeg. Oké. Na, mindent meg tudtatok nézni? Nem volt túl sok minden azért. Hideg van. Nem gondoltam volna, hogy havazni fog. Mi az, hogy szép volt Timiko, hogyha elesel és beütöd a fejed, akkor legalább nem fog fájni. Ja, ne legyél undak, nem szoktam olyan sokszor elesni. Oké, havazás is, ugye kúria. Szép munka, ugye gyilkosság szimulátor. Ja, de nem hagyunk hátra semmilyen lányot, azzal mi van. Valószínűleg így van programozva, könnyű megtalálni az elkövetőt, hogy a lábnyomokból. Úgy tűnik. De ne aggódjatok miatta. Ez csak egy szimulátor, és nincs itt semmi veszélyes amúgy sem. Menjünk ki, és át a folyón. A kápolnához. De hogy megyünk át a folyón? Nem láttam hidat. Basszus, de hülye vagy. Ja, csak menjünk oda, hogy elmagyarázhatjam idióták, ti nektek idiótáknak. Oké. Are? Mi az, Kibo? Sorega. Csak nézd azt a falat és arra gondolta, hogy Niu mondott. Hogy semmi nincs a falon túl. És arra gondolta, ez a falra gondolta az akadémia körül.
Á, de ne foglalkozz vele. Deva. Ja, menjünk kéne, mielőtt a Mio mindenféle vulgárságát köpköd ránk. Na mindegy. Tudom mit használnia? Tudom. Oké. Okay. Mindegy, ez egy kicsit hosszabb lesz, mint terveztem. Úgyhogy szerintem akkor mielőtt itt vagyunk ebben a virtuális világban, és még egyre nem halt meg senki, hanem van ez a dolog. Ezért lehet, hogy itt abba hagyom. Egyébként ez emlékeztet engem arra, amikor a Danganronpa 2-ben ugye abba, nem is tudom, mibe mentünk bele. A kísértett ház, vagy mibe lehetett ott elmenni? Ahol nem volt kaja, és éheztünk, meg minden nyavaja volt? Arra emlékeztet egy kicsit, de akkor mindegy. Tehát most akkor itt abba hagyom, és akkor ez volt a Danganronpa V3 Killing Harmony. Ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat a talon, mert azért vannak. A fél dobozokba írjátok le, amit gondoltok, meg csináljátok azt a sok mindent, amit kell. Ha látjátok a sok indulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig. Sziasztok!